Sziasztok, köszöntelek benneteket sok szeretettel. Nagyon szeretem a Bibliát, a Szentírást. Hiszem azt, amit Jézus mondott, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. De azt látom, akár az egyház történelmet tanulmányozva, akár a Bibliát olvasva, hogy az ellenség, a kígyó, az ördög mindig megakarta és meg fogja kérdőjelezni az Isten szavát. Már a teremtés után nem sokkal, amikor az édenben megjelenik a kígyó, mi csinál? Ezt mondja, ez van a Mózes első könyvének harmadik részében. Csak ugyanazt mondta az Isten? mindig meg fogja kérdőjelezni az Isten beszédét. Ne engedd, hogy megérintse az elmédet, a szívedet és a gondolataidat. A zsidókhoz írt levél negyedik részében azt mondja a Szentírás, hogy az Isten igéje élesebb minden két élő kardnál. Áthatol a szellem, a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatát és szándékát. És nincs olyan teremtmény, amit lene leplezne, minnyáján mezitelenek vagyunk az ő szeme előtt. Ezért hiszem azt, hogy az ellenség mindent feltett arra, hogy megkérdőjelezze az ő az Isten beszédét, mert csak az Isten szava, csak a Biblia tudja megítélni a gonosz szándékát, leleplezni az ő tervét, és világosságra hozni. Ezért fontos az, ami a 119. Zsoltárban is elhangzik, hogy szívembe vésem, vagy rejtem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Legyen a te számodra is a Biblia, az egyedüli zsinórmérték. engedd, hogy az Isten szava megérintse a te elmédet, a gondolataidat, a szívedet, egész valódat hogy rácsodálkoz és megtapasztald, hogy az Isten beszéde megáll és működik. Legyetek áldottak Jézus hatalmas nevében. Amen.